Mintegy 100 ember töltötte meg Csemőben a templom teret ma. A Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai már 5. alkalommal rendezték meg az úgynevezett csemői vigasságokat. Biztosítják a főzési lehetőséget, biztosítják az ebédbe, segítenek az elhelyezési feltételeket, és ezen a napon a nyugdíjasainkból a 148 főből körülbelül 80-85 fő jön össze. 7 ügyességi számot terveztünk, és pontversenyben gyakorlatilag versenyeznek a nyugdíjasaink 65-től 85 éves korig. Ilyenkor az is szokás, hogy az elmúlt negyedév ünnepeltjeit köszöntik. A születésnaposoknak és névnaposoknak is kedveskednek. Továbbá különböző játékokban, sportfoglalkozásokon vehetnek részt, de még a különleges retro motorozásra is volt lehetőségük. A programon tombolát is vásárolhattak. Csemő polgármestere dr. Lakos Roland pedig ízletes gulyáslevessel készült számukra. Tisztelem azt az összetartást, amit itt én látok, és én ezt évek óta látom, mert ahogy említettem, régebb óta kapcsolatban vagyok velük. Olyan jó volt nézni, hogy érkeznek, és a különböző korosztályok mellett is leülnek, egymással beszélgetnek, mindenki mosolyog a másikra, nincsenek klikkek, és mégis egyben van a társaság, és sokan vannak. Ez egy óriási dolog, és tiszteletre méltó. Az, hogy mi itt helyet tudunk nekik adni, az meg számomra egy természetes dolog, és külön öröm. Nagyon sok csemő is van ebben az egyesületben, úgyhogy ezért ez teljesen természetes. Eddig szinte minden évben kifogták a rossz időjárást, most nagyon szép napos időben lehettek együtt a tagok.